Az Én Városom című kiállításának megnyitóján ünnepelte Kocsis Csaba a barátok és ismerősök körében 60 éves születésnapját. A Kocsis 60 alcímet viselő fotográfiákból álló tárlaton a november 14-én a Bella Costa étteremben köszöntötték a jubiláló alkotót. A város jelenének és múltjának jövőben mutató érték megőrzését emelte ki Muraközi István Beretyói falu polgármestere a kiállítás képei kapcsán. Azt a tevékenységet, melyet Kocsis Csaba az elmúlt években folytatott. Egy fiatal alkotóról van szó, bár valamilyen elírás véget valóban 1959-es születésű a fiatalember, és azt gondolom, hogy még az útja elején van, hisz olyan sokféle dolgot próbál meg, mint ahogy fiatal korban, amikor akár sportágot, vagy akár művészetágat választunk, még igazából nem döntöttük el, hogy most éppen labdarúgó akarok lenni, vagy kézilabdázó, vagy akármi. Csabának is nagyon sok arcát ismerjük, de jó látni, hogy ilyen sokan érdeklődnek minden egyes útkeresése iránt. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon komoly eredményeket felmutató ága az ő tevékenységének. Most már ez a fotóművészet, ugye ezt lehet mondani, de természetesen ismerjük a zenész oldaláról is, költőként is. Zene, művészet, irodalom. Ez a hármasság jellemzi a fotográfiában is már több mint 14 éve alkotó Kocsis Csabát, foglalta össze 20 éves barátságukra alapozva az ünnepelt munkásságát a kiállítás megnyitó Bíró Gyula főiskolai oktató, aki 20 évvel ezelőtt egy írói és baráti közösségbe került a nála 20 évvel idősebb Csabával. Nekünk az életpályánk 20 év van közöttünk, viszont én neki köszönhetem azt, hogy annak idején az első könyvünket Balogh Gyuszival, Beretyói falu város támogatásával piacra dobhattuk, igaz, nagy keresletje nem volt, de ettől függetlenül azóta is több könyvet követtünk el, és mindig nagy boldogsággal mutattuk be, hogy tessék, lássék, hasonlóképpen egy ilyen kiállítás az, hogy íme az emberek, mert hárman produkáltuk ezt. A mai kiállítás az azért is különös számomra, mert egy közös szerelmünk van kitéve a falra, és ezt utaltam már rá, hogy ez Beretyói falu város. Nyilván, mikor elmegyünk a városból, vagy elmegyünk máshova dolgozni, vagy a szolgálat máshova szólít, akkor biztos, hogy mindig bennünk van az a kettőség. Ugyanis pont arra gondoltam így a város szerelme kapcsán, hogy mi is az a Werteri történet, amikor beleszeret a legjobb barátjának a feleségébe. Mit tesz ugye a baráttal? Ugye azt mondja, hogy elárulom a barátomat, vagy pedig ugye azt mondom, hogy szerelmes vagyok, viszont a szerelemről lemondok. Hát Werther, most ne úgy megjegyetek, hogy nekem Ildikó jellár, elfolytásaim vannak, és még a mai este átmegy valami kegyetlenebb dologba. De ez a kettőség, ha belegondoltok, ugye Werthernek van egy döntése, és ez a döntés az öngyilkosság. Ugye nem tud választani a kettő egyébként választhatatlan közül. A másik dolog, egy másik kiállításán mondtam Csabinak azt a stádium képet, ami az életpályáját egy picikét meg tudja világítani. És itt most szándékosan november 7 után vagyunk nem sokkal. Ugye itt nekünk volt egy 7 alkalommal elkövetett irodalmi virgonságunk, amit utána az irodalmi jelen ki is adott nagy örömünkre, és a olvasóközönség legnagyobb bánatára. De ugye úgy gondoltuk, hogy ez a hármas stádium, ami a kicsit az egzisztencializmusnak is a lényege, az a Csabi, illetve a saját személyes utunkon hogyan követhető végig. Én Csabinak ezt az útját, én ezt bátran bennem állítani, hogy végigkövettem az elmúlt években, hol a kis Suzuki-val, ugye mert ketten jártunk ki Nagy Rábéra, szerintem életünknek az egyik legszebb 5 éve volt, nekem legalábbis az volt, és Csabinak meg nyilván, mert velem utazhatott végig a reggelekkel, és láttam, hogy Csabi megtartotta az autót, tehát tényleg nagyon örülök, és lehet meg is kérem, hogy vigyem már egy körre, mert ugye nőttem is, meg a kényelem faktor is egy kicsit megváltozott. És én azt, amit szeretnék Csabinak a kiállítása nyomán, hiszen ezek a képek mindannyiunkban kiváltanak valamit, azt a jelzőt írtam Csabira, hogy Csabi maga a helyi értéktár. És az az értéktár, ami nem csak Beretyújfalunak egy különleges értéktár és gyűjtőtára, mert Csabi a vidéknek a valódi elkötelezettje. Tehát ha lenne klasszikus urbánus népi vita, akkor Csabi biztos, hogy bár mozogna mind a két területen, de biztos, hogy a népi oldalon tudna nagyon szép és magas gondolatokat megfogalmazni, és azokat az értékeket fölmutatni, amelyek valóban itt a mi vidékünkön föl lelhetőek. És hát Kocsis 60-nal kapcsolatban még azt írtam föl magamnak, hogy nyilván a zene, a képzőművészet és az irodalom, és ez úgy épült volna föl, hogy a zenét azt hallottuk az elején, azt már nem fogom überelni, de a végén én is zenével fogom lezárni.
Utána képzőművészet, maga a fotografika, harmadik pedig gyakorlatilag az irodalom lenne, és talán mint író lehet, hogy jobb lett volna hozok valami novellát, de ezt megtettem az 50-nél, Kocsis 50-nél, hiszen akkor egy könyvvel ajándékoztuk meg Csabit, akkor is valaki a háttérből segítkezett, és ezt nyilván úgy hívjuk, hogy feleség. És én azt gondolom, hogy ez a hármasság az, amit jellemezte Csabit, és ebben az estében is egy kicsit testet ölt. Egy szenzációs kiállítást készítette erre a nagy ünnepségre. Én több mint, tehát mint egy 30 éve ismerem Csabát, és nagyon sokat közreműködtünk az eltelt 3 évtized alatt. És ami a fotoművészeti tevékenységét illeti, hát én mindig nagyon értékeltem, mert mindig megpróbált a mondjuk közismert fotoművészetbe, megpróbált többet bevinni. Na most ez jelen van a mostani kiállításában is, tehát észre lehet venni a képeken, hogy plasztikai hatásúak a képek, tehát kreatív fotók, tehát megpróbálta a képbe a fotón kívül bevinni olyan részleteket, ami az egész képet még plasztikusabbá teszi. Tehát ő érződik benne az, hogy sok ideig kapcsolatban lehetett, és biztosan ez így is volt a különböző képzőművészekkel, tehát ez a képzőművészi hatás érződik a képeken, és ezért szenzációs. Én mindig nagyra értékeltem azokat, akik megpróbáltak a hagyományos fotográfián kívül többet bevinni. Hát ez neki nagyon sikerült, és maga ez a kiállítás érződik, hogy egy ünnepélyes hangulatú kiállítás, ami maga tökéletesen kiegészíti a mai est hangulatát. Én nem egyszer hangoztattam azt, hogy soha nem volt a két ország közötti határ úgy lezárva, mint most, amikor nyitott. Ez azt jelenti, hogy, és úgy értelmezem az egészet, hogy hiába van nyitva, és hogyha nincs egy indítékunk, hogy miért jöjjünk ebben egy Jófaluba, vagy neki miért nincs indíték, hogy miért jöjjön egy Váradra. Na most itt kellene egyre jobban és egyre nagyobb szerepe legyen a népművelőknek, a fotoművészeknek, akik lényegében kulturális nagykövetei a térségnek, és minél több olyan kiállítás, olyan programokat szervezünk, ahol a Nagyvárad is átjön Beletyaújfaluba és fordítva. Hát Csaba ennek az úttörője, és nagyon sokat megtett úgy, mint én is a 3 évtized alatt, és én azt számodnám, hogy ez minél jobban, ez kicsit felgyorsuljon, és azért látogassuk egymást. Tehát, mert most itt a lehetőség, és a kulturális rendezvények ezt szolgálják, ezt a közeledést. Annyiban másabb most ez a kiállítás megnyitó, hiszen 2005 óta minden évben itt vagyunk, és nagyon sok törzs vendég van itt, aki eljön és osztozkozik ebben. Ezzel a kiállítással kapcsolatban két rövid dolgot szerettem volna elmondani. Az egyik, hogy ez létrejöhetett, ahhoz kellett az is, hogy az ember elteljen nagyon sok idő, meg Gombos Ferenc fotóművész olyan szépen megfotózta Beletyaújfalut, hogy
nehéz rajta fogást találni egy fotósnak, hogy új szempontból készítse el. A másik jelentős állomás pedig az a Váradi kiállítás, ami volt, és a Eiffelt is azt mondta, hogy ezeket, hogy merjen az ember merész lenni. Neki volt egy ilyen mondata, amit én valahol meg is fogadtam. Két lépcső ez tulajdonképpen, tehát én 2005 óta állítok ki, azóta fotózok olyan jelleggel, hogy kiállításra. Vannak itt is talán olyanok, amelyek régebben készültek. Azt hiszem a vasútállomás az pont ilyen, hogy egy régebbi dolog. A másik pedig kellett az, hogy egy 3-4 évvel ezelőtt elkezdtem, átalakult a technikám, amivel kifejeztem magam, és egy korábbi kiállításon, pont ami Váradon volt, és a Tóth István meghívására látogattam el. Eiffert János fotóművésznek a tanácsára lettem egy kicsit merészebb, és azokat szerettem volna megvalósítani már ezen az anyagon, és az előző anyagon is. Kocsis 60, ez a címe a kiállításnak, ez lett a fő címe a kiállításnak, és hogyha nem is arról van szó, hogy ez egy életmű kiállítás, de egy kérdés szinte már magától sugall ez a cím is. És a 14 év, amit a fotográfiával töltött, ami azért nem kis idő, 14-15 év lesz már lassan. Azt is tudjuk, hogy sokféle kifejezésmóddal megnyilvánul közönsége befogadó előtt. A fotográfia milyen helyen szerepel ezek között? Hát ez munkaeszköz is, tehát én minden hónapban írok egy interjút vagy egy riportot küldök egy nagyváradi labba, és azt gondolom, hogy munkaeszköz is, ezért ha valami van, akkor azt én megörökítem, és azt utána tovább gondolom. Nagyon sokat mozgunk, kirándulunk a feleségem, ezeket is meg szoktuk örökíteni. Ezek is számunkra fontos dolgok, hogy legyen egy lenyomata, egy emlék. Hát valamikor a tradicionális elemek érvényesülnek, ez a Én Városom című kiállítás, amit legtöbbet állítottak ki a 166 kiállításom közül, azt hiszem ez egy olyan 50-60, ez pedig az Én Városom címet viseli inkább, mint a Kocsis 60-at, tehát a Kocsis 60 inkább egy alcím, mert én szeretem ezt a várost, ahol felnőttem, és azt gondolom, hogy én inkább egész életemben a szépségeit kerestem ennek a városnak, és nem a hibáit és a fogyatékosságait. A születésnap nem lehet teljes torta nélkül, az élete párjával, Ildikóval közösen felvágott szeleteket, családias hangulatban, kellemes beszélgetésekkel, jó hangulatban fogyasztották el a kiállítás megnyitó résztvevői.